Megszerezte idénybeli első pontját a Zitzer enelese. A női MB2-es labdarúgó együttes a Sopront fogadta a hétvégén. Az első félidő idő kiegyenlített játékot hozott, aztán a 31. percben Szollár Bernadett szerezte meg a vezetést a kanizsaiaknak. Még az első játék részben eldönthette volna a három pont sorsát az Zitzer, de kimaradtak a helyzetek. A második félidő idő elején egy egyéni hibát kihasználva rögtön egyenlíteni is tudott a Sopron, de az 53. percben már újra Benedek József tanított volt az előny. A hazai vezetés után is mentek előre latin hedvigék, a jobbnál jobb lehetőségeket sem tudták azonban újabb górra váltani a kanizsaiak. Ez a 90. percben megbosszulta magát, akkor a Sopron büntetőhöz jutott, melyet értékesített is, így a végeredmény 2-2 lett.